középkori piac, lovagi torna. Elkezdődtek a koronázási ünnepi játékok. Benkő Igaz Krisztinát, a Fehérvári Programszervező Kft. Szakmai vezetőjét kérdezem, hogy mire számíthatnak idén az érdeklődők itt, a város szívében. Szeretettel várunk mindenkit a koronázás ünnepi játékok idei alatt ide a Városháztér, az egész belvárosba és az Icsiligetbe. Megpróbáltuk felidézni ide egy kicsit a középkort, negyedik Béla korát, középkori piaccal, vásári forgataggal, lovagi tornával, középkori óriásakkal, ahol a Muhi csatát fogjuk feleleveníteni, és természetesen itt lesz Batukán közöttük és negyedik Béla is. Ezen kívül hagyományőrző táborunk van az Icsiligetben, nagyon sok hagyományőrző mozog már itt a belvárosban is. Az Országzászló téren bábos programokkal várunk mindenkit, a Mátyás emléknél pedig régi zeneegyüttesek szórakoztatnak mindenkit. Amit még érdemes megnézni, azok természetesen az óriás bábok szerte a belvárosban. Egy ágbogozó játék keretében lehet megismerni az óriás bábok családi kapcsolatait, és ezt az Árpádházi kis ágbogozót megfejteni a kis matricák segítségével, és természetesen a megszokott módon már a Bosszi Sikátor is vár mindenkit a tisztelt templom mellett. Igazi látványosság ez az ügyességi pálya. Itt az országalma mellett milyen kihívásokra számíthat az, aki akár igazi hősként szeretne ma távozni? Ide várjuk már reggel óta a lovagokat, ugye ez az első napunk, de már a lovagok sorban állnak, hogy kipróbálják a lovagi tornánkat. Ez egy játékos megmérettetés. Azt szoktam mondani, hogy ez a lovagi pálya annak a kicsinyített más, amit az első lovag című filmben láthattak Richard Gere főszereplésével. Egyáltalán nem veszélyes, de azért nagyon sokat kell odafigyelni. Ügyesnek kell lenni, megharcolni a lovagokkal, megharcolni a támadó fűrészporos zsákokkal, megpróbálni egy palon egyensúlyozni, kicsik és nagyok bátran kipróbálhatják. Meddig tartanak az ünnepi játékok? Meddig jöhetnek az érdeklődők? 17-18-19-én vagyunk itt, várunk mindenkit a belvárosban, és augusztus 20-án pedig a Népművészeti Fesztiválra. Középkori piaccá változott a Városháztér a Szabad Színház közreműködésével. A társulat vezetőjét, Nagy Juditot kérem, hogy meséljen nekem erről a középkori sokadalomról. Minden olyasmit csinálunk, ami egy középkori városban történhetett, és hát ehhez megvan a megfelelő díszletünk, hiszen ide a Városháza elé egy középkori városfalat húztak nekünk, és egész nap itt egy városnak az életét éljük. Fölkelünk, kiborítjuk a bilit, veszekedünk, vannak piaci lopások, interakciókat folytatunk az árusokkal, az emberekkel, bevonjuk őket. Nagyon-nagyon élvezi ezt a játékot mindenki. Hát ezek egy ilyen involváló játékok, bevonó jellegű játékok, amit itt csinálunk, és hát természetesen vannak történetek is, ami a korhoz illik, például egy piacon egy bíró azonnali bíráskodása, mondjuk egy lopás esetén, vagy például jönnek mutatványosok, vagy zenészek, vagy például a farsz típusú játék, utcaszínházi játék. 15 óra 30-tól minden nap a Pannon meséket mutatjuk. A Pannon mesék az egy általunk kitalált sorozat tulajdonképpen, ami helyhez kötődő legendákat, vagy éppen az aktuális koronázási ünnepi játékokhoz kötődő legendákat dolgoz föl. Az idén miután a tematika negyedik Béla, így a negyedik Bélához kötődő két történetet hozunk a város népe számára, bumfordi stílusban előadva, mint ahogy ez régen a középkori piacokon, a szép szertartás játékot este nézhetik meg a nézők, bumfordi változatot meg itt napközben. Bánkbán históriáját, egy gyilkosság anatómiája, ugye negyedik Béla édesanyjáról, Gertrudról van szó. Ezt próbáljuk kibogozni, hogy történhetett ez a gyilkosság, hogy élte meg negyedik Béla, és később Bánkbán fiával milyen volt az ő viszonya. És a másik mese pedig Szent Margitról szól, a Szent Margit legendát dolgoztuk föl. Van-e fix időpont, amikor hétfő estig
Ezeket a darabokat láthatják a nézők, azon kívül, hogy természetesen a nap bármely szakában be lehet ide kapcsolódni is. Igen, bármikor be lehet kapcsolódni, ez az utcaszínházi előadás, a Pannon mesék minden nap 15 óra 30 perckor kezdődik, és a Szakra kompánia, azaz a Királyi Óriás bábok is közreműködnek ebben a mesében. Ez azért van így, mert utána rögtön kezdődik a Muhi csatát bemutató sakkszínház, tehát kapcsolódik a kettő egymáshoz. Mi beszélünk a Muhi csatáról a Pannon mesékbe, és akkor utána ezt részletezi ki tulajdonképpen a sakkszínház. Minden ezt a táblát meglátják, azt hiszem mindenki tudja, mi a dolg. Nagyon jól csináltuk, úgyhogy meg is tapsolhatjuk magunkat együtt. Kérem szépen, nem feszítjük tovább az amúgy is pattanási feszített idegeket, mint ahogy azt ígértük volt a középkori piasztér színpadára. A mai napon először megérkeznek a Belga Bolha emberek! Egy egészen új programelemmel bővült a koronázási ünnepi játékok ebben az évben. Függőleges meséket tekinthetnek meg itt az érdeklődők mindhárom nap alatt. Hogy egészen pontosan ez mit jelent, Matusz Jánost, ötletgazdát, az írót kérdezem. Középkori tematikában szerettem volna írni egy új típusú mesét. Van Fehérváron egy európai hírű légtornászcsapat, a Hajnal Mozgástér légtornászai, és régi vágyam volt, hogy végre egyszer ne vízszintesen, hanem függőlegesen meséljek, és ez kizárólag velük volt elképzelhető. Egészen pontosan mit jelent? Mit lehet tudni a történetről, és hogy lehetett összehangolni a tánccal? Ez egy kislány története, aki egy nagy varázslóvá válik, a felnőtté válás története 20 percben csodás, bűvös elemekkel, griffmadarakkal, repüléssel, és minden egyes jelentet úgy kellett megírnom, hogy ez függőlegesen fog megvalósulni, a gravitációnak ellentmondva, egészen különleg akrobatikai körülmények között. Tehát minden egyes jelzőmet, igémet, összetételemet függőlegesen kellett hangolnom, ilyet nem csináltam még, és az a premier volt ma. Nagyon boldog vagyok, hogy kiválóan sikerült. Többi napokon is ugyanezt láthatják majd a nézők? Igen, az író egyszer örül, utána a színészek azok utána folyamatosan játsszák a rekkenő nyári melegben. Most 3 napon keresztül 3+1 előadásban naponta lehet látni majd itt a főtéren. Köszönjük szépen, és itt van velünk Molnár Hajnalka is, a légtáncosok vezetője. Mit lehet tudni a csapatról először is? Sziasztok! A csapat igazából nagyon régóta alakul, 6 éve tanítok most már légtornászatot, és mivel az egyik fő szenvedélyem a mozgás mellett, a mozgás művészeti jelenlét, az előadó művészet, 15 évvel ezelőtt tűztáncosként kezdtem, aztán szőtte bele az életébe magát a levegőakrobatika, és a csapatomból nagyon sok kiváló, kiemelkedő tanítványom van, akik már világbajnoki második érmet is szereztek, tehát nagyon tehetségesek, és mivel a színházvilág mindig is nagyon közel állt hozzám, nekem nagyon nagy előrelépés és nagyon inspiráló volt a Jánossal ez a közös munka. Őt minden évben a légtornász versenyünknek főbírójaként jelen van a versenyünkön, hogy a művészi hatást zsűrizze. Így ismerkedtünk mi meg nagyon régen már, és mindig benne volt ez a dolog, hogy valami alkotás, csak ugye ez egy nagyon speciális tér, egy légtornász állvány szükséges hozzá, nagyon speciálisak a körülmények. Nem lehet, mint egy színész, hogy órákig gyakorolni, mert a fizikumunk nem engedi azt, hogy folyamatosan benne legyünk egy-egy jelenetben, hosszabb az időszak, amivel fel lehet készülni, de nagyon nagy örömömre szolgált, hogy igazi mozgásművészeti színházat csinálhatunk, így egy mese köntösében a János segítségével, úgyhogy ez az új út, hogy cirkuszínház Fehérváron. Mennyire volt nehéz mondjuk a koreográfiát szöveghez megkomponálni?
Elég érdekes volt elsőre, bár volt már hasonló tapasztalatom, engem nagyon sokszor fölkértek már rendezésre, koreográfiák készítésére, és egyszer Szabadkán egy gyerekjátszó színjátszó csapatnak csináltam szövegre mozgás koreográfiát, de az nem arról szólt, hogy csak mozgás színház, hanem koreográfiák, a megtűzdelt színházi előadás, gyerekszínjátszó előadás. Ez viszont az egész ugyan mozgás színházzal vegyítve, mesélővel, tehát az teljes összhatás egy utcaszínház tulajdonképpen, úgyhogy ez kihívás volt, de izgalommal álltuk. A tanítványaim nehezebben, ők nekik nagyon fura volt az első lépések, hogy úristen, most mi fog velünk történni, de azt hiszem a vezetésemmel, az inspiráló képességemmel ez nagyon hamar beleszoktak, sőt nagyon hamar elkezdték élvezni, és egész más dolgokat lehet felnyitni egy gyermek személyiségében, azt gondolom, hogyha azon túl, hogy egy sporttal találkozik, a művészeti önkifejezési jelenlétet megtapasztalja, megtanulja, az életben ezek után másképp áll mindenhez, azt gondolom. Úgyhogy nekem egy nagy szerelem ez a csapat, és így avanzsálódott a Hajnal mozgástéren belül egy új színházi csapat, cirkuszínházi, a Cirkum Aurora, ez lesz az új nevünk. Mennyi idő volt egyébként megkomponálni, vagy kitalálni ezt a koreográfiát, és mennyi időt vett igénybe a felkészülés, a gyakorlás, a betanulás? Hosszú, az előkészület az nagyon hosszú. Ugyanis ezt bármelyik tanítványommal nem biztos, hogy meg tudtam volna csinálni. A sok év alatt kikristályosodott az, hogy kik azok, akik azon túl, hogy meg tudják csinálni a koreográfiát, képesek lélekben nyitni afelé, hogy valami egészen másra is tudjanak figyelni, mert ez egy biztonságtechnikailag nehéz sport, azt egyik gyermektől sem várhatom el, hogy még ezt csinálja, és még arra figyeljen, és még amarra, és közben pedig a mozgás tudata tökéletes legyen ahhoz, hogy én nyugodt maradjak végig, hogy minden jól fog történni. Úgyhogy ha így veszük, akkor nagyon hosszú az idő maga ahhoz, hogy kineveljem azokat a tanítványokat, akik ebben részt tudnak vállalni. Aztán maga az előadás már a ötletelés is Jánossal úgy indult, hogy leültünk, megbeszéltük, hogy mi az, amiket tudunk, kicsit segítettem a munkáját azzal, hogy mi az, amiket hány percig tudunk fennmaradni, hogy egy jelenet mennyire, tehát nehéz dolga volt neki is, mert eleve az írást úgy kellett megkomponálnia, hogy ehhez párhuzamosan ezt tudjuk is majd valóságban is csinálni, ne térjen el a kettőség egymástól, úgyhogy maga ez az alkotó folyamat, az előkészület nagyon sok idő volt, az állvány meg alkotása is nagyon sok idő volt, onnan már az aktív munka az egy szerelem, tehát az már olyan, hogy pillanatok alatt a gyerekek megkészen kaptak tálcán mindent, mint egy nagy süteményes tál, és csak csinálni kellett, tehát örömmel, az már nagyon, ahhoz képest gyors volt, hogy mennyi sok előkészület volt előtte. Itt vagyunk a Mátyás Király emlékműnél, ahol egész nap zenés programok várják majd az ide látogatókat. Most a Bordós Sárkány együttes szórakoztatja majd a közönséget. Honnan jött maga az eredet, mi a zenekarnak a története? Maga a név, az a Bordó, az a bizonyos hangszerek által kibocsájtott mély basszus hang, Bordó vagy francia vagy burgon hangzás. A Sárkány rend pedig luxemburgi Zsigmondnak a lovagrendje volt, ami a második világi lovagrend Magyarországon. És a teljes neve pedig az, hogy régi zenerend, ami még egy kicsit fricska hozzá, hogy így középkoriasabb legyen a hangzás. Maga a zenekar 2010-ben indult, alapvetően Debrecenből, most már egy kicsit szétszéletünk mindenki, ugye
hogy tanult meg, dolgozott, és akkor más településeken vagyunk, de van Budapest és Debrecen a két székhely. Úgyhogy innen indultunk. Jó, és akkor beszéljünk egy kicsit a repertoárról, a zenékről, arról meg majd téged kérdezlek. Mit játszik pontosan a zenekar, mik ezek a dalok? A Bordósárkány összetett egy kicsit, mert többféle stílusban mozgunk. Ugye régi zene, ez az elég tág. Középkori zenével kezdtük pályafutásunkat, majd meg is maradt ez mind a mai napig. De vannak például kelta vonalak is, kelta középkori zene, vagy kelta népzene, magyar népzene. Európai népzenéből is merítünk, de vannak saját szerzemények is, amelyeket igyekszünk középkori köntősbe öltöztetni. És a mai műsor az mi lesz, mivel készültetek? Ma egy abszolút vegyes felvágottal készültünk, lesz benne magyar népzene, régi zene, világzene, saját zene, főleg talán most túlnyomó részt saját. Na, egy része a műsornak. Egy része a műsornak túlnyomó rész saját zenéből fog állni. De alapvetően szintén egy igen színes produkcióval. Főleg a magyar vonalra, magyar népzene, magyar nyelvű énekeket helyeztük elő előtérben. És a fehérvári fehérvári közönségről mi mondható el, mennyire vártátok az itteni fellépést? Imádunk itt játszani Fehérváron. Ez már a harmadik alkalom talán? Vagy a harmadik alkalom? Igen, és el kell, mondjuk alig tudtunk bejutni Fehérvárra, akkor a dugó volt a Bordósárkány koncert miatt, hogy mi magunk alig jutunk vele a színpadra. Bravo! Az Országzászló téren már a 6. epizóddal jelentkezik a koronázási ünnepi játékok vidám utcaszínházi sorozata, a Jobku és Dzsevu. Idén 4. Béla életét és korát ismerheti meg a közönség. Idén most már 6. alkalommal készülünk egy vásári komédiával, Jobku és Dzsevu akrobatikus történelem óra színháza. Ezt 6 évvel ezelőtt valamilyen szerencsés csillagzat alatt sikerült kitalálnunk ezt a formát, amiből tudtunk csinálni egy sorozatot, ami végigmegy az Árpádházi királyok történetén. Mindig, ami az esti szertartási játékon, amelyik királyunkat megkoronázzák, mi azt a királyt vesszük itt is górcső alá, egészen más aspektusból. Ez egy tulajdonképpen egy szórakoztató, de mégis ismeretterjesztő. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyerekelőadás, de igaziból a felnőtteknek is szól. Nagyon sok olyan tréfa van benne, amit a nagyok értenek, de sok olyan is, amit a kicsik. Szórakoztató, lendületes, bohóc tréfákból, sketch jelenetekből áll, amiben minden évben az adott Árpádházi király életét dolgozunk föl. Idén 4. Béla a soros, és hát ő neki az életét mutatjuk be. Tréfás jelenetekben szeretettel. Az érdeklődők, ha esetleg lecsúsznak a mai óráról, hol láthatnak benneteket legközelebb? Ezt az egész fesztiválon játsszuk. Holnap ugyanezen a helyen, itt az Országzászló téren Székesfehérváron 16 óra 15 perckor kezdődik az előadás, vasárnap. Hétfőn pedig 14 óra 00-kor kezdődik ugyanitt az előadás, és várunk minden kedves nézőt nagyon nagy szeretettel. David, igazkoda! Megérkezett önökhöz a két egybetű, hármasiker, Jobku és Dzsevu, világhírű, akrobatikus, történelem óra színháza! Mi vagyunk a keltető fektetők! Hamar a zenekar szalonkúszt, most dobta ki minket Inotára, megyünk a palotai vásárba, hanem azt hallottuk, hogy ebben a városban jó emberek laknak. Mai előadásunk egy legendás magyar királyról szól. Aki nem más, mint Ív Béla. Ív? Bizonyára 4. Bélára gondolsz, akit én fogok játszani ebben az előadásban. Nem, én fogom játszani. Te a nevét se tudod kimondani, és pénzt is földobtunk. Jó, na csak vicceltem, Dzsevu. Jobku vagyok. Nem, Ív vagyok, Jobku.
zavarjál már össze! Nem Csevu, te Csevu vagy Csevu? Én vagyok Csevu, ne zavarjál már össze, jobbkú! Jó! Mai előadásunk tehát minden idők egyik magyar királyáról szól. Az Árpádok szörnyű és dariás koráról. Különös tekintettel a ma szenzációs titokra. Amiről mindez idáig mit sem sejtett a mélyen tisztelt nagy érdemű publikum. Mindez egyedülálló akrobatikus mutatványokkal fűszerezve. Jobb, akrobatika. Bizalomjáték. Jaj, ne. Tehát nem bízom benne. Egy, kettő, három. Hopp, kapásom van, bocsánat. Halló? Halló? Igen, én. Micsoda? Az ma van? Ja, nem felejtettem el. Azonnal ott vagyok. Jó. Ne arra, hogy elfelejtettem neked szólni, most hívott a Szikora János, hogy figyelj, az van, hogy én elvállaltam az esti szertartás játékban időközben Yves Béla szerepét, és hogy mennem kell készülni a szerepemre. De hát, bennülnek a nézők, megy az előadás. Azt tudom, de figyelj, imádni fogják. Megoldod egyedül. Vicces vagy, érted? Hát főszerep, mégis a nagy színpad. Megyek, jó? Bocsánat, el kell mennem sajnos, de megoldod, jó, tényleg, tudod az egészet, jó? De tényleg, nagy szimpan, érted, bocsánat. A középkori élethez hozzá tartoztak a boszorkányok, varázslók, javasasszonyok. Meg is nézzük, hogy mi történik itt a boszorkányok sikátorában. Jöjjenek velünk és teszteljük le, hogy a középkori életben hogyan is nézett ki az élet, és mik tartoztak hozzá a mindennapokhoz. Ahogy látjuk, megtelt itt a tér. A sárga kártya lesz a gyerekkártya. Szeretettel gyerekkártya köszöntök mindenkit, így van. Gyerek és felnőtt kártya azt mondja neked, hogy télen nagyon szerencsés leszel. Szuper! Na akkor most jósoljunk a Fehérvár Televíziónak egy nagyon jó dolgot. Azt kell mondani utána, hogy kicsi hörcsög, nagy az erő. Kicsi hörcsög, nagy az erő. Mutasd meg, mit hoz a jövő. Na nézzük. A piros kártya lesz a felnőtt kártya. Mint említettem, van külön felnőtt és gyermek. Gondolkozott, a 16-osban ment volna először, de nem. Gondolkodik, és a 12-es. Kíváncsi vagyok, hogy mit mond a hörcsög Jósda nekünk. A felnőtt... A november titkot tartogat. Titkos november, ezt mondja a hörcsög Jósda. De ez jó is lesz advent előtt szerintem, nem? Karácsonyi szeretettel ünnepe előtt valami titok már ki fog derülni. Szerintem ez mindannyian nagyon jó lesz. Székesfehérvárnak, a megyének, illetve a Fehérvár Televíziónak is. Hogy működik egyébként a hörcsög, Józsa? Bárki ide jöhet, vagy sokan fel is keresik? Így van, már ugye évek óta működik ez a hörcsög Józsa, és most már sokan tudják, hogy ez itt van augusztusban, és eleve ezért jönnek már ide, hogy ezt, hogy a hörcsög mit mond. Nagyon sok emberre találkoztam, aki azt mondta, hogy amit tavaly jósolt a hörcsög, az bevált. Úgyhogy bízom benne, hogy az idén is nagyon sok jót fogunk embereknek jósolni kis hörcsögömmel. No, hát meglátjuk, majd teszteljük a november. Így van, várjuk együtt szeretettel. No, nézzünk tovább, nézzük, hogy itt javasasszonyok is vannak ebben a sikátorban. Úgy látom, hogy itt is valami különleges dolog történik. Megnézhetjük, hogy mi történik itt az asztalnál? Ha, természetesen. Ez egy játékos szerelmi jóslás, most már sok éve, hogy ebben az időszakban én képviselem itt a boszorkányokat főboszorkányként, és hát az én kis asztalomnál ez a feladat. Aki ideül, az szívügyekben tájékozódhat egy kicsit. Magyar kártyából, tehát a kör lapjaiból, hát megpróbálom látni, hogy mi a helyzet szívügyekben. Sokan keresik fel egyébként a boszorkányok sikátorát? Hát én azt kell, hogy mondjam, hogy ugye itt 10 órától üzemelünk, és tulajdonképp amit így most lehet látni, ez még most egy szelidebb változat a forgalomnak, tehát itt néha moccanni se lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szórakoztató és kellemes kikapcsolódás azoknak, akik ide tévednek. Legalábbis úgy látom az arcokon, akik távoznak, hogy jól érezték itt magukat. Nagyon sokan jönnek szerencsére, igen.
Nos, hát és erre még lesz is lehetőségük, hiszen 3 napon keresztül üzemel itt a Boszorkányok sikátora, átadjuk a terepet a szívügyeknek, és hát azt javaslom, hogy aki teheti, látogasson el a koronázási ünnepi játékok keretében.